fontos, hogy címében már utal arra, hogy eddig ugye kicsadózó vállalkozások tételes adója volt, most már kicsadózó vállalkozók tételes adója, ami már előre vetíti, hogy az adóalanyi kör megváltozott. Kis- és középvállalkozóknak szervezett tájékoztató fórumot a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Tolna megyei szervezete. Ugyanis szeptember 1-től alapvetően változott meg az egyik legnépszerűbb adózási forma, a kata. Az eseményen a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai tartottak előadást. Banic István, a NAV Dél-Dunántúli tájékoztatási osztályának ügyfélkapcsolati referense szerint számos teendője lett az üzlet tulajdonosoknak. Elsősorban ugye ki kell választani, hogy milyen adózási módot szeretnének alkalmazni, az ahhoz szükséges bejelentéseket megtenni, és hát azt gondolom, hogy az adótudatosságot erősen kellene növelni a vállalkozásoknál, mert az eddig a kata az olyan egyszerű volt, hogy befizettem az 50 ezer forintot, vagy a 25 ezer forintot, és akkor évente adtam egy darab bevallást, most azért ennél sokkal jobban oda kell figyelni az adózási feladatokra. A VOSZ Tolna megyei szervezetéhez is számos kérdéssel fordulnak a vállalkozók, hogy hogyan lehet a legkedvezőbb adózási módba átlépni, és hogy hogyan tudják az üzlettulajdonosok továbbra is nyereségesen végezni a munkájukat. Vannak olyan vállalkozások, akiknek emiatt ugye a megszűnésben kell gondolkodniuk, viszont én úgy látom, hogy azért a vállalkozásoknak a nagy része próbál tovább lépni, hiszen fenn kell tartani a családját, neki is ugye valamiből élnie kell, és megszokta azt a rendszert, hogy ugye nem alkalmazottként dolgozik valahol, akkor azért megpróbál mindenféleképpen valamilyen szinten tovább élni. A Tolna megyei szervezetnek közel 700 tagja van. Az elnök elmondása szerint egy hónap alatt 90 új tagja lett a szövetségnek. Országos viszonylatban pedig 1100 vállalkozó csatlakozott a társasághoz az elmúlt 30 napban.